És most szakértőnk válaszol. Következik ingatlan kis okos rovatunk. Műszaki és jogi tudnivalók, piaci körkép és aktualitások. Minden, amit az ingatlan piacról tudni érdemes. A mikrofonnál Tokai Róbert kérdezi az ingatlan közvetítő szakértőit. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az ingatlan kisokos rovat a Paks FM-en, és ezen a héten is Sebestyén Szabolcs, az ingatlan közvetítő Tolna megyei csapatának vezetője van velünk, mint állandó szakértője a rovatunknak. Szervusz Szabolcs, üdvözöllek! Üdvözlök mindenkit, szép napot! Na ma egy kicsit bele fogunk úszkálni egyébként az ingatlan közvetítő szakma zavarosába, és kicsit érdekesebb történeteket fogunk hozni, nem mint hogyha az eddigi témáink nem lettek volna előképp érdekesek. Most viszont egy kicsit olyan speciális témákat fogunk hozni, amellyel egy kicsit beleláthatunk abba, hogy mennyire sok összetevős és mennyire sokrétű gyakorlatilag azért a ti tevékenységetek, és mennyire fontos az, hogy tényleg az emberek, az eladók és a vevők is megbízzanak egy ingatlan közvetítőt, és mennyire fontos az, hogy a ti szakmai rálátásotok és mind műszaki, mind jogi, mind egyéb szempontból egyébként segítse ezeket az értékesítési folyamatokat. Szabolcs, azt szeretném kérdezni, hogy volt-e már nálatok esetleg olyan eset, amikor mondjuk egy adásvétel folyamán vagy már egy meglévő értékesítés folyamán esetleg menet közben derültek ki olyan adalék információk mondjuk egy adott ingatlannal kapcsolatosan, ami mondjuk befolyásolta esetleg a dolgot, az egésznek a kimenetelét, vagy mondjuk esetleg nem derült ki korábban se az eladó, se a vevő számára mondjuk egy fontos részlet. Volt-e ilyen? Szép hosszú kérdés volt ismét, igen. Köszönöm a kérdést, kb. A pályafutásomat lefedi ez a történet. Ó, tessék. Mégpedig azért, mert menet közben a saját hibájából tanul az ember egyrészt, másrészt a többiekéből. Igen. Volt olyan, amikor mi sem vettünk észre problémát, mégpedig azért leültünk a tulajdonosra, megesküdött mindenre, ami szent, ez így van, jogilag rendben van, alapvetően hittünk is neki, és az adásvételnél derült ki, hogy sajnos 40 éve az az ingatlan nem az ő nevén van, sajnos 35 éve arról az ingatlanról nem lett letörölve a fejlesztéshez felvett akkori hitel, stb. Tehát ezen hibák mentén tanultunk mi is, illetve hát hoztuk a civil szakmánkból is azokat a tapasztalatokat, amikkel most már azt mondom, hogy előzetesen a lehetséges hibáknak a 99%-át ki tudjuk küszöbölni. Legutolsó példa például a tulajdonos örökölte az ingatlant két ütemben. Itt az történt konkrétan, tisztában volt vele, hogy maga a ház, garázs, építmények, stb., hogy az egész ez két helyre is számon létezik. Aha. Viszont ő úgy gondolta, hogy a telek az keresztben van osztva, illetve hát a dolog pikantériája, hogy nem, mert hosszába, aminek a jogi következménye a következő. Van egy főépület, igen. Ő egy helyrajzi szám. Van mellette a kapubejáró, vele szemben garázs, stb., na ő egy másik helyrajzi szám. És a pikantériája az egésznek, hogy a főépület oldalán levő szélfogó sem az első ingatlanhoz tartozik, hanem a másodikhoz, és ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogyha én megvenném a kapubejárót, garást tartalmazó telket, akkor ő nem tudna bemenni a házába. Tehát ezek pontosan olyan problémák, amikkel jó előre tisztában lenni. Kétféle megoldás van a dolognak, vagy előzetesen összevonjuk a telket, vagy elkezdjük így árulni, és hogyha valaki konkrétan érdeklődik, szeretné megvásárolni, stb., na akkor tájékoztatjuk őt erről, és akkor fogjuk ezt az egész problémát megoldani. Mi a különbség a kettő közt? Ha előzetesen összevonjuk, akkor az érdeklődőnk azonnal tud tovább lépni, foglalni, adásvételit írni, stb. Míg a második esetben egy előszerződéssel lehet az ingatlant lefoglalni, és ki kell várni azt az időt, amíg ezt a telek összevonást elvégeztetjük. Itt azért nagyon jó, hogy a kellő tapasztalat és a szakmai rálátás megvan mondjuk egy ilyen esetben, és hát hogy a megoldással is gyakorlatilag akkor most már így azonnal készen álltok. Műszaki szempontból, hogyha kicsit így átevezünk így ezekre a dolgokra, akkor például beszéltünk már korábban ugye arról, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy egy ingatlan közvetítő azért a megfelelő műszaki felkészültséggel tudjon mondjuk egy vevőt vagy egy eladót ugye képviselni. Van esetleg olyan történeted, ami mondjuk azt mondom, hogy egy ilyen kis gyakorlati dolog mondjuk oly módon, hogy amikor például kimész felvenni mondjuk egy új megbízást, akkor meglátsz egy ingatlant, és van esetleg olyan árulkodó jel mondjuk, amit te észreveszel, és esetleg egy ilyen kis praktika. Tudsz ilyet mondani? Hát most hirtelen kettőt mondanék. Az egyik az, ugye mindig amit keresünk, az a repedések. Igen. Ezek általában vízzel vezetéses problémák, ezt nem is részleteznénk, volt már erről egy műsor, YouTube-on vissza lehet keresni. Így van.
Viszont konkrétan ennél az ingatlannál, vagy konkrétan egy ingatlannál mondanék egy történetet, vizesedés megint csak, mint általában. Az épület közepén elkezdett vizesedni az ingatlan, se első csatorna, se semmi nincsen. Hát ahogy kiderült, ugye ismerettségünkből kifolyólag, mivel a Petra, a közvetítő kolléganőnk lakik a szomszédba, hogy nem ők, hanem az előttük levő tulajdonos a teraszról abba az irányba vezette a vizet. Tehát mint ahogy látható, nem minden probléma akkora, mint amekkorának elsőre látszik. Igen. Ez az egyik. A másik az, hogy most tél van. Igen. Amint leesik a hó, és ezt nem kell szentírásnak venni, de kiinduló pontnak mindenképp jó. Tehát leesik a hó, egy 5 centi körülbelül, legyen meg az első nap, amikor havazik, legyen meg a második nap, és akkor már érdemes nézelődni, hogyha ránézünk egy ingatlanra, és két tök egyforma, ugyanolyan tájolású ingatlan van egymás mellett, és az egyiknek a tetejéről olvad a hó, a másikról nem, akkor ott a hőszigeteléssel kapcsolatban, vagy a födében, vagy a tetőn lesz eltérés a kettő közt, és nyilván az a gyengébb, amelyikre leolvad a hó. Na milyen jó kis, úgymond népi praktika vagy megfigyelés, tehát ja, egyébként pedig teljesen nyilvánvaló, hogy azért ennek hát pontosan ugye a szigeteléssel kapcsolatos műszaki tényezők azok, amik ugye ezt befolyásolják, de azért ennek nyilván vannak még azért olyan szetevői, hogy ezt mondjuk tényleg exakt módon meg lehessen figyelni, azért ezt nyilván gondolom sok dolog befolyásolja. Természetesen, tehát nem kell megkövezni azt, akinek a tetején nincsen hó egy hóesés után, vagy a ház tetején nincsen hó egy hóesés után, mivel ez azért ez egy összetett történet. Nem mindegy, hogy agyagcserép, betoncserép, esetleg lemeztető van rajta, és a tájolásnak is nagyon nagy szerepe van ebben az esetben. Na hát gyakorlatilag akkor ezek azok a praktikák, és hát nyilván ezek azok a szaktudások, amikhez azért nyilván a sok év tapasztalata, és hát a műszaki és egyéb rálátás ugye szükséges annak érdekében, hogy nyilván a megfelelő információval ugye tudják az ingatlan közvetítők tájékoztatni ugye a vevőjelölteket, illetve az érdeklődőket. Szabolcs, ezen a héten is készültél nekünk ingatlanokkal, mi az, amit most hoztál? Igen, a Paks Vácika dűlőben lenne egy lakható zártkerti ingatlan, ő egy 51 négyzetméteres, tehát két szinten 51 négyzetméteres, 850 négyzetméteres telken levő, központi fűtéses, klímás téglaház, illetve téga tanyának hívjuk, de igazából jogilag ők nem tanyák egyébként, amit ajánlanék. Ők nagyon jó alternatívák ezek az ártkerti ingatlanok egy panellakással szemben, mégpedig azért, mert zöld területen lehetünk, árban viszont kedvezőbbek. Illetve Dunaszentgyörgyön a napokban került a kínálatunkban egy befektetési kategóriában szereplő, tavaly évben igen jó hozammal működő fagyizó, illetve vendéglátó egység. És gyakorlatilag akkor az összes ingatlan, amiket el is mondtál, megtalálhatóak a weboldalatokon, amelynek a címe pedig www.azingatlanközvetítő.hu, illetve amennyiben ingatlant keresel és nem találod a kínálatunkban, érdemes feliratkozni az ingatlanközvetítő.hu per feliratkozás menüpont alatt, mert a kínálatunk az heti szinten bővül. Nagyszerű, akkor erre biztatok én is mindenkit, hogy látogassanak el erre az oldalra, amennyiben az ingatlanokkal kapcsolatosan információra van szükségük, illetve eladni vagy venni szeretnének, akkor pedig bátran bízzák meg az ingatlan közvetítő Tolna megyei csapatát. Szabolcs, neked akkor a hétre nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állásod, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. További kellemes napot kívánok mindenkinek. További szép napot, viszlát. Szakértőnk válaszolt. Ingatlan kisokos rovatunkat hallottátok az ingatlan közvetítő szakértőivel. Paksa.